Farkas Friedrich a Toffifi tortájá kapta a legtöbb szavazatot, ezzel ő lett a bonyhádi önkormányzat által meghirdetett sütőverseny győztese. Az ifjú hölgy joghallgató, de otthonosan mozog a konyhában. Ismerőseim biztattak, hogy jelentkezzek igazából, de szerintem minden részéből nagyon ügyes volt, és én azt gondolom ezekről a versenyekről, hogy igazából itt nem azt számít, hogy ki mennyire ügyes, vagy mennyire tud sütni, hanem hogy mennyire nagy az ismerettsége az adott embernek. De nagyon örülök, hogy sikerült nyernem. Filóni Ferenci Bolya polgármester azt mondta, szerették volna az akcióval könnyebbé tenni a vírusjárvány miatti bezártságot. Otthon lenni jó süt a város címmel egy mozgalmat indítottunk, annak az érdekében, hogy ha már muszáj ebben a nehéz időkben többet otthon lenni és együtt lenni a családdal, akkor töltsük valami értelmessel és hasznossal is ezt az együttlétet. Akár egy olyan klassz hobbi valami a sütés-főzés, konkrétan most itt süteményeket vártunk. 76 alkotás érkezett a pályázatra, a felhívásra, 36-an jelentkeztek rá összesen. A legfiatalabb résztvevő egy kisfiú, Miklós Marcel is külön díjat vehetett át. Marcel saját és édesanyja születésnapjára azt szerette volna, ha sikerrel szerepelnek a versenyen. Leírtam a receptet és onnan néztem. Az otthon lenni jó süt a város kezdeményezés győztese Farkas Friderika 1100 szavazattal nyerte el a fődíjat.